Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! A Nagy Dicsei Egyházközség nevében nagy tisztelettel köszöntöm Varga László megyéspüspök urat templomunkban, aki viszonylag rövid időn belül immár harmadik alkalommal látogat egyházközségünkbe. 2019. márciusában templomunkat áldotta meg, 2019. augusztusában a csapi templomot szentelte fel, és ma 150 éves templomunk búcsújára látogatott el hozzánk. Köszöntöm Antal Zsolt diakónus urat, akit tegnap szenteltek diakónussá. És szeretném kérni, valószínűleg a következő esztendőben, amikor pappá szentelik, hogy itt templomunkban tartsa meg új miséjét. Köszöntöm Valsai Tamás plébános urat, Buzsáki plébánost, aki 25 éve pap, és ma ünnepli a 25 évét és ezüstmisés. Tisztelettel köszöntöm Cseresnyi és Péter államtitkár urat, Bene Csaba urat, a megyei közgyűlés elnök helyettesét. Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat, és nem csak a községi, hanem egyházi ünnepeinken is megtisztelnek bennünket jelenlétükkel. Köszöntöm Küne Lajos urat, aki Németországból az elmúlt években is szívén viselte templomunk sorsát, és adakozásával nagyon sokat segített. Köszönjük! Tisztelettel köszöntöm a helyi és a környező települések polgármestereit, körjegyzőasszonyt és valamennyi meghívott vendégünket, végül, de nem utolsó sorban egyházgyűlésünk képviselőit és kedves híveket. Nehéz, gondterhelt hónapokat hagytunk magunk mögött, mely nem csak a gazdaságot, hanem hitéletünket is próbára tette. Kiürültek a templomok, most mindent meg kell tennünk, hogy újra megteljenek, vagy legalább a pandémia előtti állapot szintjére érjünk. A mai ünnepünk megrendezése is sokáig kérdéses volt. Hála az isteni gondviselésnek, a vezetés helytállásának, állampolgáraink fegyelmezettségének ezt az akadályt leküzdöttük. Ma, amikor templomunk 150 éves fennállását ünnepeljük, és megemlékezünk templomunk védőszentjéről, Szent László királyunkról, nem szabad megfeledkezni településünk nagybirtikosáról, Inkei Lászlóról, aki a pénzét ennek a templomnak felszentelésére fordította. Építhetett volna kápolnát a kastélyában, de ő magának és az itt élő embereknek épített templomot Isten dicsőségére. A templom, amelyben ma ünneplünk, egy deszkatemplomot váltott fel. 1870 óta az itt élő emberek nem csak megőrizték, hanem szépítették is Inkei László hagyatékát. Emlékezzünk kegyelettel Inkei Lászlóra. Egyházközségünk képviselőtestülete és településünk képviselőtestülete a tegnapi szentmise után megkoszorúzta Inkei László sírját a temetőnkben. Meg kell emlékeznünk az itt szolgáló papokról is, hiszen nélkülük ez a templom lehet, hogy az enyészeté lenne. Emléküket kegyelettel őrizzük. A Magyar Falu program keretében nyertünk egy programpályázatot közösségünk hitéleti tevékenységének támogatására, melyet már el is kezdtünk.
Gyerekeink pécsi és szigetvári kiránduláson vettek részt, és megismerkedtek az egyházi és történelmi nevezetességekkel. Szervezünk a felnőtteknek és gyerekeknek további programokat, melyről értesülni fognak. Célunk, hogy megmutassuk Szent László Magyarországon fellelhetett kegyhelyeit, egy kis kiállítást szeretnénk létrehozni az egyháztörténeti dokumentumokat, valamint Szent László életét mutatná be. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, felkérem püspök urat az ünnepi szentmise megtartására. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Békesség veletek! Kedves testvéreim! Midőn ezt a megújított templomat ünnepélyesen megáldjuk, könyörögve kérjük Urunkat, Istenünket, hogy áldja meg ezt a vizet, bűnbánatunk jeléül és keresztségünk emlékezetére, ezzel hint meg minket az egyház, és a meghintés által tisztulnak meg a templom falai és az oltár. Az Úr Jézus segítsen minket kegyelmével, hogy a Szentlélekre hallgassunk, és hűségesek maradjunk egyházához. Segítségünk az Úr nevében, aki az eget és a földet alkotta. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr legyen veletek. Istenünk, általad nyer életet minden teremtmény. Te olyan jó vagy az emberek iránt, hogy atyailag gondoskodol rólunk, szeretettel lemosod bűneinket, és Krisztushoz, a főhöz újra meg újra visszavedesz minket. Irgalmasan úgy határoztál, hogy akik a keresztség vizében újjászülettek, Krisztussal együtt új életre támadjanak, és titokzatos testének tagjaivá legyenek. Áldásoddal szenteld meg ezt a vizet, hogy reánk és ennek a templomnak a falaira hintve emlékeztessen keresztségünkre, amely által Krisztusban a Szentlélek templomává lettünk. Mindenható örök Isten, árasz ki kegyelmedet erre a helyre. Add meg bőséges ajándékodat mindazoknak, akik itt segítségedet kérik, hogy ígérnek és szentségeidnek ereje megerősítse híveid szívét Krisztus, ami Urunk által. Amen. Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, aki eljöttél hozzánk, hogy közöttünk lakjál a földön, áld meg ezt a templomot, és áld meg mindazokat, akik áldozatukkal és munkájukkal széppé tették ezt a szent helyet. Adj híveidnek hitet és hűséget, hogy ennek a templomnak tudatos és buzgó látogatásával az ő jelenlétük legyen házadnak igazi ékessége. Add, hogy mindazok, akik itt imáikkal hozzád fordulnak, érezzék irgalmas segítségedet, aki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol, mindörökkön, örökké. Amen. Dicsőség a magasságban Istennek! Amen.
Istenünk, te sokféle csodával dicsőítetted meg Szent László királyt, érdemeiért és közben járására, őrizd meg minket minden rossztól, és vedess a boldog örök életre. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány a bölcsesség könyvéből. A hívőnek az Úr megmutatja az igaz utat, feltárja előtte Isten országát, és megtanítja a szentek tudományára. Megáldja munkáját, és gazdagon megjutalmazza fáradozását. Oltalmazza őt az ármánykodóktól, akik kifosztanák, bőséget ad neki. Megvédi ellenségeitől, megoltalmazza üldözőitől. Kemény harcaiban neki juttatja a győzelmet, hogy belássa, mennyivel hatalmasabb a bölcsesség mindennél. A bölcsesség nem hagyja el az igazat akkor sem, ha elárulják, hanem megszabadítja a gonoszoktól. Elkíséri a börtönbe, vele marad a bilincsekben is. Végül uralomra segíti, és oltalmat nyújt neki zsarnok elnyomóival szemben. Kimutatja azok álnokságát, akik őt gyalázták, neki pedig örök hírnevet ad a mi Istenünk. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, mi, akik Krisztus Jézusban megkeresztelkedtünk, az ő halálában keresztelkedtünk meg. A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsőségére feltámadt a halálból, úgy mi is új életre keljünk. Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Tudjuk ugyanis, hogy Krisztus feltámadt a halálból, és többé nem hal meg. A halál nem uralkodik többé rajta. Halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, de életével Istennek él. Úgy tekintsétek tehát magatokat, mint akik meghaltatok a bűnnek, és most az Istennek éltek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! És a teremtettel!
Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük, egy törvénytudó, alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták. Ezek az evangélium igény. Áldunk téged, Krisztus! Mivel a szentmise elején már mindenkit köszöntöttek, csatlakozom a köszöntésekhez, és folytatnám az evangéliumról szóló elmélkedéssel. A legfőbb parancs, a fő parancs: Szeresd Urat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Amikor sok évvel ezelőtt, talán 2 évtizede meglátogattam Pécset, a szívklinikán az egyik betegünket, akkor még plébános voltam, átadtam egy könyvet, egy lelkigyakorlatos könyvet pap professzornak, pap Lajosnak, azzal, hogy fogadja szeretettel ajándékba. Ez egy lelkigyakorlatos könyv volt a főparancsról. Akkor, amikor átvette a könyvet, azt mondta, hogy plébános úr, ha ezt a parancsot megtartanák az emberek, akkor bezárhatnám a szívklinikát. A legfőbb parancs: Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből. Hogyan lehet Istent teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes erőnkből, minden erőnkből szeretni? Úgy gondolom, hogy a jelenlévők valamennyien voltak már szerelmesek. Amikor valaki szerelmes, akkor ezt éli át a kedvese felé. Teljes szívéből, teljes lelkéből, teljes elméjéből, minden erejéből azt az egyet nagyon szereti. Tehát van fogalmatok arról, hogy mit jelent teljes szívvel szeretni valakit. Ugyanez érvényes azokra is, akiknek gyermekei, unokái vannak. A szülők, nagyszülők a gyerekeiket, unokáikat nem szeretgetik immel, ámmal, itt-ott, néha kidekázva az időt, meg az energiát, hanem teljes szívükből, teljes lelkükből, teljes elmékből, minden erejükből szeretik, különösen akkor, amikor annyira törékeny, annyira gyenge, annyira esendő, mert még bébi, mert még semmit nem tud tenni önmagáért, teljesen rászorul a szülei, nagyszülei szeretetére. Tehát ha az a kérdés, hogy hogyan kell Istent teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből szeretni, akkor azt mondom, hogy emlékezzetek. Emlékezzetek arra, amikor szenvedélyesen szerettetek valakit, vagy teljes szívetekből szerettétek a gyermekeiteket, unokáitokat. Isten a szeretet. És ő nem egy elvont fogalom,
nem egy tétel a teológiában vagy a Szentírásban, ő szent háromságos szeretet, élő személy. Az Atya szenvedélyes szeretettel szereti a Fiút, a Fiú szenvedélyes szeretettel viszont szereti az Atyát, és mindez a Szentlélek által történik. Mi egy szent háromságos, szenvedélyes szeretetnek vagyunk a teremtményei, a képmásai, az alkotásai, és hogyha meg akarjuk élni az önazonosságunkat, Isten gyermekségünket, akkor nem kell más tennünk, mint szeretet válasszá formálni az életünket. Vagyis a motiváció, a kiindulás, a tetteink, a szándékaink, a cselekedeteink, az elgondolásaink motivációjában, kiindulásában ott kell legyen a szeretet. Mennyire másképpen néznének ki a dolgaink, a hétköznapjaink, ha szeretettel tennénk a legkisebb feladatot is. Nem nagy dolgokat kell tennünk, mondja Lizjói kis Szent Teréz, hanem a kis dolgokat nagy szeretettel. Lehet adni a másiknak bármit, csak úgy, és lehet szeretettel adni. Lehet betenni az ajtót, amikor befejeztünk egy beszélgetést, és lehet szeretettel becsukni. Minden megváltozik. És mindenki tudja, hogy mit jelent a szeretet. Ha másból nem, a szeretet hiányból. Amikor megvonják tőlünk a szeretetet, akkor nagyon szenvedünk. Akár gyerekkorban, akár felnőttkorban. Tudjuk, hogy mit jelent szeretni, és szeretve lenni. A fő parancs nagyon egyszerű, és nem könnyű, mert nagyon egyszerű. Mi a bonyolult dolgokat szeretjük. Azt, amit nagyon meg lehet tervezni, sokat lehet érte fizetni, és nagy áldozatokat kell érte hozni. Azt mondjuk, hogy az az értékes. Mert a piacon minden gyanús, ami ingyen van. A szeretetet nem lehet megfizetni. A szeretet ingyen van. Vagy ingyen adjuk, vagy nem szeretet. És ez a legnagyobb érték. Miért nem gyakoroljuk? Miért gyakoroljuk olyan kevésszer? Hogyan lehet Istent, aki láthatatlan, szeretni? Nem elég felizzítani a szívünkben az érzést, az Isten iránti szeretet érzését, egészen odáig, hogy még könnyezünk is, meg hevesen dobog a szívünk, amikor Istenre gondolunk, és összetesszük a kezünket, és imádkozunk. Ez szép dolog, de kevés. Mert az Isten iránti szeretet a tettekben mérhető. Az embertársaink és az önmagunk iránti szeretetben. Mind a kettő fontos. Sajnos nem szeretjük Isten első ajándékát. Isten első ajándéka számunkra mi magunk vagyunk, mert ő szeretetből alkotott bennünket. Az életünk forrásvidékén nem a semmi áll, nem is az anyag, hanem egy szenvedélyes szeretet közösség, a Szent Háromságos Isten, aki akarta, hogy legyünk. És igent mondott a történelem egy bizonyos pontján a szüleink szeretetére, és azt mondta, hogy akarom, nem azt, hogy egy gyerek legyen, hanem egy személy, akiről ő tudta, hogy kicsoda. A szüleim nem tudták, hogy ki leszek, csak azt tudták, hogy leszek. Isten pedig pontosan tudta a szemét, tudta, hogy kire mondott igent, hogy én fogok megszületni. Ismert már a világ teremtése előtt, és a születésem előtt is. Milyen csodálatos íve van az ember életének. Szeretetből indul, Isten szeretetéből, a szüleink szeretetén keresztül. Isten szeretetet tartja meg az életünket.
ha Isten megvonta volna egy pillanatra is a szeretetét tőlünk, elpusztultunk volna. Már nem lennénk. És ebbe a szeretetbe fog visszatérni az életünk. Amikor meghalunk, akkor nem a semmibe zuhanunk. Minket ott várnak. Nekünk ott el van készítve a helyünk. Jézus elmondta, hogy előre megy és elkészíti számunkra a helyet. Minket a Szent Háromság szeretet Istene hazavár. Hatalmas szeretet íve van minden emberi életnek. Mivel nem hisszük, ezért nem látjuk. És ezért nem is tapasztaljuk ennek a gyümölcseit. Isten, aki láthatatlan, csak úgy szerethető, ha szeretjük a láthatót. Isten első ajándéka önmagunk számára, mi magunk vagyunk. Szeretetből alkotott bennünket. Hányszor vagyunk elégedetlenek, dühösek, kritikusak saját magunkkal szemben, a testünkre nézve, a lelkünkre, a szociális körülményeinkre, a képességeinkre, stb. Ugyanennyi erővel hálásak is lehetnénk. Nem kell senkivel összehasonlítani magunkat. Mindannyian önmagunkban összehasonlíthatatlanul szeretett ajándékok vagyunk, Isten szemében. Csak a világ hasonlít össze bennünket másokkal, és aztán kategorizál, ítélkezik, versenyre késztet, stb. Isten szemében mindannyian a szeretet ajándékai és csodái vagyunk. Ha így mernénk nézni magunkra, elfogadnánk és szeretnénk saját valónkat, akkor megszűnne az ítélkezés és az összehasonlítás kényszere az életünkben, ami mindig magányossá tesz mindenkit. Akár magasabbra, nagyobbra értékeli magát a másiknál, mert ő különbnek tartja magát, akár leértékeli a másikkal szembe, magányos lesz. Isten nem így tekint ránk. Az ő szemében mindannyian a szeretet ajándékai vagyunk. És hogyha elfogadjuk, szeretjük magunkat olyannak, amilyenek vagyunk, akkor az a csoda történik, hogy a másik embert is szeretet ajándékként fogjuk látni. Mert ő is Isten szeretet ajándéka. Nem tőlem függ a léte, sem a kezdete, sem a vége, hanem Istentől. És ha így néznénk embertársainkra, akkor felismernénk bennük is Isten szeretett gyermekeit, fiait és leányait. Nem ítélkeznénk, nem gyűlölködnénk, hanem szeretnénk. Mindaz, amit utálunk magunkba, amit nem fogadunk el magunkba, amit tagadunk önmagunkba, amit elrejtünk és szégyelünk mások előtt saját magunkba, az biztos, hogy piszkálni fogja a szemünket a másikban, és meg fogjuk ítélni. A másikban szúr szemet az, ami bennem már gerenda. Ő benne még csak szálka. És ezért nem haladunk a szeretetben. Ha szeretni akarjuk Istent és a másik embert, meg kell tanulnunk szeretni saját magunkat, Isten ajándékaként, szeretet ajándékaként. És ez ingyen van, csak hinni kell abban, hogy amiről beszélek, az igaz. És ha hiszünk benne, akkor hálásak leszünk. Ha hálásak leszünk, akkor meglátjuk Isten szeretetének az ajándékait magunkban és másokban. És ha meglátjuk, akkor sok öröm lesz az életünkben. Naponta betölti a szívünket az öröm. És ami a legszebb ajándék, a hálás szívű emberek életük végéig növekedni fognak a szeretetben. Mert ez a hivatásunk, ez az életünk értelme, hogy akármi van, akárhány évesek vagyunk, akármilyen állapotban vagyunk, növekedjünk a szeretetben, Isten iránt, és egymás iránt, és önmagunk iránt. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
hiszek egy Istenben, mindenható, mennek és fölnek. És Jézus Krisztusban, az egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki az Atyát született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, értették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott a hírás, fölment a mennybe, ott ül az mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kérjük testvéreim, a mindenható Istent, hogy Szent László közbenjárására hallgassa meg kéréseinket. Add, Urunk, hogy hazánk főpásztorai és papjai Szent László király bölcsességével vezessék hívő népedet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg, Urunk, népünk áldozatos munkáját, amint segítetted Szent László királyt hősi küzdelmeiben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Oltalmazd, Urunk, egyházközségünket minden veszedelemtől Szent László királyunk égi pártfogása alatt. Kérünk téged, hallgass meg. Add meg, Urunk, hogy férfi híveink Szent László királyban lássák meg az erősítő, Istenben bízó ember eszményképét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy betegeink csodatevő szentednek közbenjárására gyógyulást nyerjenek. Urunk Istenünk, aki Szent László királyban a hit bajnokát és a csodát érdemlő bizalom példáját adtad nekünk, engedd, hogy a hitben és a reményben mi is az ő nyomdokain járjunk. Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Mindenható Istenünk, felajánljuk jóságodnak engesztelő adományainkat,
Kérünk, fogadd el azokat Szent László király érdemeiért és közbenjárására, és árazd ránk áldásodat, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek, és a veletek. Emeljük föl szívünket, veletek az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Két szentjeidnek serege áld és ünnepel, mert megkoronázod bennük a kegyelmedből szerzett érdemet. Az ő szent életük példakép számunkra, s mert egy családba tartozunk, közben járnak értünk nálad, hogy felbátorodva tanúságtételük által az előttünk álló pályát győzelmesen fussuk végig, és hervadhatatlan koszorút nyerjünk velük együtt, Krisztus, a mi Urunk által. És ezért, miként az angyalok és főangyalok, a szentek hatalmas seregével együtt, dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatig. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe,
az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk, és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjából, a boldogságos Szűz Máriából, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szent László királlyal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad át. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szent Lélek által. Ezért bizalommal így imádkozunk, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Amen. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor.
Még kevered. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Könyörögjünk! Urunk Istenünk, magunkhoz vettük üdvösségünk szentségét, alázatosan kérjük jóságodat, ne vondd meg tőlünk jelen életünkben segítségedet, és Szent László király közben járására ad, hogy elnyerjük az örök boldogságot, Krisztus, a mi Urunk által. Thank you.
hirdetem a kedves testvéreknek a jövő heti Szent Misék rendjét. Holnap, június 29-én hétfőn Szent Péter és Pál apostolok fő ünnepe lesz. Az esti Szent Misét elhunyt Farkas Attiláné Főr Ilonáért ajánljuk föl halála évfordulóján. Pénteken, július 3-án, első péntek lesz. Első pénteki Szent Mise előtt fél órával gyónási lehetőség lesz, illetve ekkor szoktuk a Szent László imaórát tartani. A 7 órási Szent Misét Rózsafűzér Társulat élő és meghalt tagjaiért ajánljuk majd föl. Szent Mise után pénteken szokásos fél órás szentségimádás kezdődik majd. Július 4-én szombaton az esti Szent Misét elhunyt Dávid Zoltánért ajánljuk föl halála évfordulóján. Jövő vasárnap, július 5-én a 10 órási Szent Misét pedig elhunyt Lancet Nándorért, feleségét Szabó Irmáért, nagyszülőkért és Juliannáért. Kedves püspök atya, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és szeretettel köszöntöm a nagyvécsei híveket is ezen a nagy ünnepen. Mindnyájan tudjuk, hogy a művészek, a művészetek valamilyen üzenetet szeretnének nekünk átadni. Ez az üzenet sokszor elrejtett üzenet, nem is mindenki veszi észre. Van itt egy kép. Templomunk oltárképe 1870-ben készült, Orlai Petrics Soma, Petőfi Sándor unokatestvére festette budapesti műtermében. Különlegességét mindenki tudja, hogy a Szent Király arcát, Szent László arcát, Inkei Lászlóról, templom alapítójáról, építtetőjéről mintáztam. Na, itt leszoktunk ragadni. Mit akart a művész számunkra üzenni? 150 év távlatából mi az üzenet? Biztos nem ennyi, hogy a templom építtetőjéről lett mintázva a Szent Király arca. Szent László királyra gondolunk, és nézünk föl valamennyien. Szent László életéből a művész kiemelt egy pillanatot. Úgy gondolta, hogy ez a pillanat, mint egy összefoglalja Szent László királynak az életét és a küldetését. Hogy amikor mindenki szomjazott, amikor mindenki elkeseredett, és amikor mindenki azt gondolta, hogy most vége van, akkor volt egy ember, aki hitt, ő volt Szent László, hitt nem önmagában, hanem az Istenben. És tudta, hogy az Isten velünk van, hogy az Isten szeretett, és ráütött arra a sziklára, és abból víz fakadt. Több, mint puszta anyag, élet fakadt. A hitből, ebből a rendíthetetlen hitből élet fakadt. És akik ittak belőle, akik maguk is hívők lettek, azok tudják, hogy mi az élet forrásából élni és meríteni. És akkor most elérkezünk Inkei Lászlóhoz, aki szintén egy olyan korban élt, amikor leverték a szabadságharcot, amiben maga is részt vett, honvédként, és meg is sebesült Buda ostrománál. És látta, hogy miben él a nép, a szegénységben, az elkeseredettségben, a nyomorúságban, a reménytelenségben,
és csak abban a kis egyszerű deszkatemplomban, amiben máshol az állatok laktak, abba imádkoztak. És ő forrást akart adni. Forrást helyett az imádságnak, Isten imádásának, és ezzel együtt reményt, életet önteni azokba az elkeseredett szívekbe, életekbe, akkor ott, 150 évvel ezelőtt. Inkei László hivatása valahol összefonódik, összekapcsolódik Szent Lászlóéval. És nem feledkezünk meg róla, van köztünk most is egy László, püspökatya, akit szeretettel köszöntünk névnapján, és ő is erre vállalkozik. Erre tette fel az életét, hogy vizet fakasszon. Látszólag lehetetlen küldetés kősziklából. De aki hisz, annak minden lehetséges. És bízunk benne, hogy te megtaláltad az élet forrását, és segítesz nekünk, hívőknek, papoknak, meríteni ebből a vízből, az élet vízéből. Köszönjük a hivatásodat, köszönjük, hogy eljöttél ide közénk, és imáinkkal kísérünk, jó Isten, ebben vezéreljen, és ebben erősítsen, és ebben tartson meg téged a mi javunkra. Isten éltessen, püspök atya! Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a plébános úr szavait. Köszönöm, hogy együtt ünnepelhettünk. Köszönöm mindenkinek, aki szívén viseli ennek a templomnak az életét, akik munkájukkal, adományukkal, vagy bármilyen módon segítették, hogy megújulhasson belülről. Köszönöm azoknak a munkáját, akik a lelkek megújulásán fáradoznak ebben az egyházközségben, vagy ebben a körzetben, imacsoportokban, vagy bármilyen módon. Küldetésünk van nekünk keresztényeknek, a föld sója és a világ világossága kell, hogy legyünk. És nem hivatkozhatunk arra, hogy milyen a világ, nem hivatkozhatunk arra, hogy milyenek az emberek, arra sem, hogy milyenek a papok vagy a püspök. Mindenkinek saját felelőssége van Isten előtt, hogy megéli a hivatását, a keresztény hivatását és küldetését, vagy nem. Senki nem mondhatja azt, amikor jó Istennel találkozik, hogy Uram, bocsáss meg, hát olyan püspökünk volt, hogy ott nem lehetett másképpen, mert ez nem igaz. Én se fogok hivatkozni senkire, ha Isten elé kerülök. Jézus Krisztusra igen, mert ő a megváltóm, és ő a védőm, és a szabadítom. Köszönöm mindenkinek, aki plébános úr munkáját segíti. Jó visszatérni ebbe az egyházközségbe és ebbe a templomba. Nagyon örülök annak, hogy Balsai Tamás atya ezüstmisésként itt van, és együtt misészhettünk, és Antal Zsolt diákonussal is öröm volt együtt szolgálni. Imádkozzatok azért, hogy jövő évben őt és még egy másik diákonus pappá szentelhessek az egyházmegye szolgálatára.
Álljatok fel és fogadjátok az áldást. Az Úr legyen veletek. Legyen áldott az Úr neve. Az Úr a mi segítségünk. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.